A 68. nemzetközi Cannes-i filmszemlén a Saul fia alkotógárdája örülhetett a nemzetközi kritikusok díjának. Nemes László rendezőnek az ismert színész Mads Mikkelsen nyújtott át a győztesnek járó oklevelet. Az első filmes alkotó beszédében legfőképp a stábnak hálálta meg azt, hogy hittek bennem. A Saul fiát már a mostra első hétvégén bemutatták, és nem túlzás azt állítani, hogy a Cannes-i filmünnep első napjai alatt mindenki a magyar alkotásról beszélt. A holokausztot új megvilágításba helyező munkát, Nemes Lászlót és a főszerepet alakító Rőrik Gézát már akkor nagyon nagy esélyesnek kiáltották ki. A versenyprogram díjairól idén a Nagy Lebowskit is jegyző képírópáros, a Cohen fivérek által vezetett 9 tagos zsűri döntött. Első filmes rendezőt nagyon ritkán ismernek el aranypálmával. Magyar film ráadásul még 2015 előtt sohasem nyerte el a filmművészet egyik legrangosabb elismerését. A döntnökök szerint nehéz volt kiválasztani a legjobbakat. A rövidfilmnek járó aranypálmát a Wave 98 című munka nyerte. A legjobb első filmesnek járó aranykamera díját a kolumbiai La Tierra y la Sombra című produkció érdemelte ki. A legjobb forgatókönyvnek járó díjat Michel Franco kapta a Kronik című filmért. A legjobb női alakítás díját megosztva Rooney Mara és Emmanuel Berko érdemelték ki. Előbbi a Carolban, utóbbinak a Monroe-ban nyújtott teljesítményét ismerték el. A legjobb férfi alakítás díját Vincent Lindon érdemelte ki, a La Loi du Marché főszerepéért. A zsűri díját a The Lobster című gyöngyszem kapta, amit a görög rendező Yorgos Latinos vett át. A legjobb rendező díját a Bérgyilkos című filmért Haus Jaussinnek ítélték oda. Az aranypálmát Jack Audiard filmje a Deepen kapta. A sorrendben 68. Cannes-i filmfesztiválon a svéd származású nemzetközi csillag Ingrid Bergman munkája előtt is tisztelektek.